Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök a Tóri Hírmondó című műsorunkat látják 2023. július 6-án csütörtökön. A pontos idő 19 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Városszépítő program. Nyári időszak veszélyei. Városszépítő közösségi program indul városunkban, amelynek célja, hogy szépítsük környezetünket, városunkat. A program első állomása a Szabadság téri sétáló utca, ahol a padok kerülnek felújításra. A további részletekről Szűcs Dániel polgármester nyilatkozott. Kedves mezőtúriak, bizonyára sokan hallották a hírt, hogy lakossági kezdeményezésre városszépítő közösségi programot indítunk mezőtúron. A cél nem más, mint városunk több település részén közösen szépítsük tovább környezetünket. Az egyik első helyszín itt lesz a Szabadság téren a Sétáló utcában, ahol a meglévő padokat szeretnénk felújítani, újra festeni. Erre most szombaton 9:30-tól kerül sor. A Mezőtúr intézményellátó és ingatlankezelő Kft. Már megkezdte az előkészítő segítő munkálatokat, a szombati alapanyagokat, eszközöket pedig Mezőtúrváros önkormányzata fogja biztosítani. Aki szeretne csatlakozni a szombati programhoz, azokat várjuk szeretettel itt a Sétáló utcában 9:30-kor, hogy közösen szépítsük tovább környezetünket. Nyári kánikula kihatással van szervezetünkre is, életvitelünkre, a mezőgazdaságra is, illetve folyamatos tűzgyújtási tilalom van érvényben. Ilyenkor fontos a megfelelő folyadékpótlás, elővigyázatosság, mielőtt útnak indulunk, vagy bármilyen kerti munkákba kezdünk. Arról, hogy hogyan tudjuk megelőzni a baleseteket, Liszkai Zoltán tűzoltó ezredes nyilatkozott televíziónknak. A nyári időszak beköszöntével ugye hőségriadó is volt már érvényben. Mit tudhatunk a hőségriadóról? Hát igen, most ez az időszak, már most elérkeztünk oda, hogy több napon keresztül is az átlag hőmérséklet azért elég magas, és hát ennek megvannak a szabályai, és hogyha ezt az értéket eléri ez a hőmérsékleti átlag, akkor hőségriadót lehet elrendelni. Ilyenkor hát nagyon figyelni kell eleve a tájékoztatásra, hogy amikor ezt elrendelik, ilyenkor hasznos tanácsokat szoktak azért ehhez hozzátenni. Ilyenkor szokták javasolni, hogy aki csak teheti, tehát mondjuk aki munkába jár, annak azért csak el kell menni munkába, de aki mondjuk teheti, idős vagy beteg, az inkább tartózkodjon otthon, ha van klíma, akkor kapcsolja be, vagy éjszaka szellőztesse, nappal húzza le a redőnyöket. Ilyenkor a vízfogyasztás nagyon fontos, hogy minél több folyadékot fogyasszunk, lehetőleg vizet, nem ilyen alkoholos termékeket, meg édesítővel, vagy édesítőszerrel, vagy édesebb italokat. Tehát ez nagyon fontos. Nagyon fontos ilyenkor, tehát mondom, a betegek, meg a, mondjuk a gyerekekre fokozottan figyelni kell. Aki dolgozik, természetesen annak is eleve a munkáltatónak is vannak szabályai, hogy mit kell betartani, pihenőidőket, tehát az ásványvízzel, ivóvízzel való ellátottságot, tehát ezekre figyelni kell. Ha véletlenül azért csak elindul az ember ilyenkor nyári időszakban a szabadságolásoknál hosszabb útra, kirándulásra vagy nyaralásra, ilyenkor azért jó át kell gondolni, hogyha mondjuk autóval megyünk, mit vigyünk az autóval, tehát ott is be kell készíteni megfelelő mennyiségű folyadékot. Ha működik az autó műszaki állapota megfelelő, a klíma megfelelően működjön, azt előtte azért ilyen időszakban már illik kitakarítani, mert ott ilyen gombás fertőzés is lehet, ilyen baktériumok is lehetnek a rendszerben, tehát ezekre mind-mind figyelni kell. És hát egy hosszú úton eleve tájékozódni kell, hogy mi várható, milyenek az útviszonyok, a forgalom, a híradások az elég sűrűn adnak tájékoztatást, és ezt is jó, hogyha figyeljük. Telefonunk legyen, ott
nálunk töltő is legyen, ha véletlenül valami olyan dugóba keveredünk, vagy egy balesetnél kell hosszabban állni, akkor legyen az autóba, mivel tájékozódni, esetleg telefon, meg még egyszer megmondom, a folyadék utánpótlása fontos. Mit tudhatunk, ugye ilyen időben is rengeteg baleset van sajnos, hogyan tudunk ellene védekezni, megelőzni ezeket? Hát itt nagyon sok múlik, hogy mennyire figyelmes valaki, mennyire pihenten vezet, mert azért ez fontos a KRESZ-ben is, azért ez egy fontos előírás, hogy megfelelő állapotban legyen a sofőr, de hát sokszor nem csak rajtunk múlik, hanem a közlekedésben résztvevő másik társunkon is. Tehát mindig nagyon körültekintően kell vezetni. Ilyenkor melegben, forróságban azért máshogy hatnak az emberre a kintről ez a meleg levegő, főleg, hogyha nem úgy működik a klíma, hogy valaki nem is bírja a klímát, és úgy vezet, tehát egy hosszú távon azért ez fárasztó. Ha úgy érzi az ember, akkor meg kell állni a pihenőben, egy pihenőt beiktatni, egy kicsit mozogni, frissíteni magán az embernek, és úgy tovább menni, mivel a fáradtság az döntő szokott lenni mondjuk egy baleset bekövetkeztében, hogyha már nem úgy figyel valaki, nem úgy tájékozódik, akkor könnyen megvan a baleset. Másik fontos téma még ilyenkor ugye a tűzgyújtás. Nagyon sokan tevékenykednek a kertben, és szeretnék a felesleges gallyakat valahova eltenni. Mit tudhatunk most a tűzgyújtási tilalomról? Hát annyit lehet tudni, hogy tehát a belterületen az önkormányzatnak van lehetősége, hogy szabályozza az ilyen kerti nyesedék, ilyen olyan hulladékoknak az égetését, ami ilyen meccésből származik. Erre van Mezőtúr városának egy önkormányzati rendelete. Ez végülis egy ilyen keretrendelet, összességében annyit enged, hogy minden évben október 1-től következő év április 30-áig engedi, csak belterületen, tehát közterületen nem, belterületen, saját portáján mindenkinek ezt a kerti nyesedéket, ilyen lombhulladékot égetni. Tehát most jelen pillanatban ezen kívül vagyunk, így most ezt nem lehet végezni itt Mezőtúron. Tehát aki véletlenül most szeretné ezt tenni, ezt ne tegye, mert a helyi rendeletben ütközik. A helyi rendelet úgy szól, hogy hétfőtől péntekig 10-től 18 óráig, szombaton 10-től 15 óráig, vasárnap nem engedélyezi ezt az égetést. Tehát jelen pillanatban én azt javasolom mindenkinek, hogy ezt ne végezze. Ha van ilyen hulladéka, jellemzően ezt komposztálással, vagy a hulladékudvarba való elszállítással lehet megoldani. De ettől függetlenül sajnos szembesülünk, hogy nem mindenki tartja ezt be. Amennyiben ezt bejelentik hozzánk, kollégáink kimennek, eloltják vagy eloltatják a tulajdonossal, ha addig nem teszi meg. Tájékoztatjuk, hogy milyen szabályok vannak, és ha kell, akkor hatóságilag akkor el kell, hogy járjunk jegyzőkönyv, és akkor indul a hatósági eljárás. Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt be kell tartani. Tehát ez vonatkozik itt Mezőtúron, hogy jelen pillanatban nincs belterületen égetésre lehetőség. Ezt nem szabad összetéveszteni az országos tűzgyújtási tilalommal, mert ez az országos hatáskör, és az jellemzően az országos média ott megjelenik, illetve vannak bizonyos honlapok, mint például a Katasztrófavédelem honlapja, vagy a Nébiknek a honlapja, ott ezek meg vannak jelenítve. Éppen most, mielőtt beszéltük be, ránéztem a mostani legfrissebb tűzgyújtási tilalom térképre, és Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyékben van most elrendelve tűzgyújtási tilalom, ami ez az országos tűzgyújtási tilalom, ez jellemzően azt jelenti, hogy az erdőkben és az erdőktől számított 200 méteres területen belül nem lehet semmi nemű tűzgyújtást végezni, még a kialakított tűzrakóhelyeken sem. Hogyha ez általánosan az egész országra ki van terjesztve, az akkor fölülír mindent, és akkor természetesen itt nálunk sem lehet semmi nemű ilyen égetést végezni.
A tavalyi időjárás, ugye a nagy melegek nagyon sok kárt okoztak, illetve tüzet. Mit tudhatunk a jelenleg időjárásról, azért már sokkal jobb a helyzet? Hát az elmúlt év az igen, az egy nagyon extrém év volt. Kevés csapadék volt, a hőséggel terhelt, vagy hát a nagy forróság hosszú időn volt jellemzően itt térségünkben, és hát az nagyon nagy tüzeket okozott, ezáltal nagyon sok munkája volt a tűzoltóknak. Ezt mondhatom itt helyileg is, beszéltünk is róla, volt ez a vasút mentén itt Mezőtúr térségében az a nagy tűzeset, de ugyanúgy a térségünkben is több ilyen nagyobb tűzeset volt, ami, ha így visszatekintünk a statisztikába, nem nagyon találkozunk ekkora tüzekkel. Most jellemzően azért az elmondható, hogy egy nagyon picit jobb a helyzet, azért több csapadék volt, meg most is azért jellemzően azért volt egy kis csapadék. Egy picit most jelen pillanatban a tavalyi évhez képest jobban állunk, de hogyha tartós marad ez a meleg, sajnos akkor benne van, hogy ugyanúgy lehetnek ilyen szabadtéri tüzek, és hát itt megint itt a figyelmetlenség, felelőtlenség, sajnos sokszor egy eldobott dohánynemű egy út szélén és a száraz növényzeten keresztül már terjed is a tűz. Tavaly ez a vasúti tűzeset az egy nagyon extrém volt, ott 15 kilométeren keresztül a vasút jobb és bal oldalán égett ugyanígy az aljnövényzet. Tehát ez sajnos hamar megvan a baj, hogyha az időjárás úgy alakul, de jelen pillanatban még most úgy látjuk, hogy ez még most kezelhető. Vannak már most is eseményeink, de mégsem annyi, mint az elmúlt évben. Folyamatosan azért a tájékoztatás megy, gazdák fele is, itt elindult az aratás is, és mindig szoktunk figyelemfelhívással élni a gazdák felé, hogy mit kell betartani, hogy kell a gépeket felkészíteni, úgynevezett műszaki ellenőrzéseket, régi nevén gépszemléket tartanak a gazdák, ezeket hozzánk bejelentik, ezeket mi ellenőrizzük, segítő szándékú ellenőrzéseket tartunk, mire kell odafigyelni, milyen tűzoltókészüléket kell készelőben tartani, földelőlánc, hogy kell elhelyezni, akkumulátort, hogy kell burkolni, tisztítás, takarítás, karbantartásra, hogy kell figyelni, hogy lehet üzemanyagot vételezni mondjuk egy aratás közben, hol lehet dohányozni, tehát ezek mind-mind fontosak, és hát ezek vannak most. Javarészt már most az aratás megy, a gépszemléken túl vagyunk, most ilyen aratás közbeni ellenőrzéseket szoktunk beiktatni, és megnézzük, hogy tartják be a gazdák ezt. A gazdák ezt én úgy gondolom, hogy jó néven veszik, sőt kérik is a mi segítségünket, hogy mondjuk el, hogy mire kell odafigyelni, és bízunk benne, hogy minél kevesebb ilyen jellegű tűzeset lesz az idén. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök a Túri Hírmondó című műsorunkat látták. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!